kegyemtől kabátot! Ne az én szellemet hazára! Na, dobja vissza! Megégeti a kezét, aztán akkor nem tud dolgozni. Az nem fordulhat elő, uram. Ajánlom is! A színház népművelés. Minél magasabbra tudjuk emelni, annál nagyszerűbb. De az nem lehet, hogy csak és azonnal a magasabb szinten csináljuk. Gobbi Hilda gondolatai ezek, és ha valaki, ő biztosan tudta, mi a csoda, ami a színházban megjelenik. És ezt a csodát akarja minden produkciójával újra és újra elénk tenni, a Szeretett Színháza is, akik a Rivalda világával nem csak szórakoztatni, nevelni, de esélyt adni is akarnak azoknak, akiknek erre más esélyük nem lenne. Mert mindenkiben ott van a tehetség, s ha segítik, elő is jön belőle. 3 ízben fogok megjelenni nálam. Az nem jó. Már az első látogatásomat, mikor egyet üt az óra. Lehet, hogy utól se lesz. Aztán másodszor is eljövök pontban 2 óra. Nem lehet egybele tudni. És harmadszor pedig pontban akkor, mikor a föld a baj jelébe lép. És a nap legyőzi az éjszakát. Nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy megmutassuk magunkat, az egyrésztről magunkat kell adni. Az nagyon fontos, hogy összefogással lehet csak megmutatni magunkat, és a szeretet nagyon fontos. És nem biztos, hogy mindig a legnagyobbat kell rögtön mutatni, hanem azt kell mutatni, hogy mik vagyunk mi, mik vagyunk őszintén, mik, honnan jöttünk, hova tartunk. És ez az elfogadásnak a lényege, ami a legfontosabb arcpolitikánk, hogy nem befogadunk, csak befogadunk, hanem elfogadunk is. A befogadás az viszonylag már azt gondolom megy, az működik. Léteznek integrált intézmények. Az emberek most már úgy azért a hétköznapokban befogadják, hogy léteznek körülöttünk sérültek, léteznek körülöttünk szegény emberek, léteznek állami gondoskodásban lévő emberek, de elfogadás az még nincsen. Igazán nem kéne különbséget tenni a normálisnak mondott és a Szeretett Színháza között, de ez nem megy, mondja a színigazgató. Ez egy misszió és egy üzenet is egyszerre. Hogyha megtaláljuk mindenkinek azt a szerepet, azt a lehetőséget, amiben jó, amiben ő meg tudja éppen abba a darabba mutatni magát, akkor nincs különbség. Talán még az, ami nem színház szakmai, hanem érzelmi dolog, hogy ebbe a színházba azt gondolom, hogy mindenki még a lehetőségeihez képest is még inkább rárak valamit, és még többet akar mutatni, hogy igenis őt is fogadják el, őt is vegyék észre a világba, hogy ő is ott van, ő is létezik, és ő is képes segíteni. Ez egy nagyon fontos. Ez egy nagyon régóta, 2003 óta működő színház, régen Komédiás Integrált Színháznak hívták, mi abból kiváltunk és felvettünk egy új nevet, az Imre Sándor Szeretett Színház. Imre Sándor is egy sérült színészünk volt, sajnos már az Égi Társulatban játszik ő. A társulat mindig úgy jön össze, hogy valahogy oda csapódnak azok az emberek, akik szeretnének valamit, akik szeretnének tartozni valahová. A sérülteket, állami gondoskodásban lévő gyerekeket pedig mi tudatosan keressük meg intézményenként, vagy családokba, akár hátrányos helyzetű családokba foglalkozunk tehetséggondozással, és akkor így mindig összeverkulálódik ez a csapat. Nagy-nagy tévedés, rossz befektetés, hiába gyűjtesz, ha kamaradjakat, amit éjjel nyereség, különleges legvégéres kész. Láncok közt vergődök, nyomorgok ide át, felül kellett vizsgáljak egy-két ideát. Nem maradt ugye semmim se, teljesen hiába volt vagyonom, amire hűde büszke voltam velem együtt, hol. A színház, a művészet az egy eszköz, az egy ablak, amiben ki lehet ezt rakni, amiben meg lehet mutatni. Ahol nem az van, hogy hát lehet, hogy mondjuk azt a kis tárgyat, amit bemutatunk, azt nem is ő csinálta, mert ott van, teljes valójában, teljes lelkével, teljes szívével, teljes testével ott van. Tehát ez a színház, én azt gondolom, ez az eszköz, de a mögötte lévő dolog az természetesen más. Tehát mi azért tudjuk a mindennapjaikat ezeknek a gyerekeknek, a sérülteknek az intézményekbe. Tehát mi bejárunk úgy is, és akkor nincs a szelfizés, hogy ott vagyunk, akkor csak mi vagyunk. A lelki segítség azt mi kapjuk, tehát tőlük. Én azt gondolom, hogy ez a fajta elfogadás és szeretet, ez belőlük jön. Tehát mi sokkal többet kapunk, úgymond épek, mint mi tudunk adni nekik. ezerszer. A gyerekektől megkapjuk az őszinte rácsodálkozást, hogy lehet még rácsodálkozni, vagy amikor éppen a pici gyerkőceink ebbe a darabba van egy kis szünet, és gyakorolják a jelenetet. És az nem arról szól már, mikor 15-ször elgyakorolják, hogy hát, ha jobban megy, hanem ők játszanak tényleg. Mert ugye mi is játszunk a színpadon, de hát azt szokták mondani, hogy a színész az ugye 7 órától színész este, most ez esetben 6 órától, napközben ember, mi meg inkább azt mondjuk a mi esetünkben, hogy mi nappal vagyunk emberek, és este vagyunk, vagy nappal vagyunk színészek az életbe, mutatjuk magunknak azt a világot, ami ez a pörgő, rohamó világ, és este pedig emberek vagyunk, és megmutatjuk az embereknek, hogy lám, le lehet nyugodni, meg lehet állni, le lehet csendesedni, oda lehet fordulni a másikhoz. Úgyhogy ezt meg tőlük kapjuk teljes egészében. Más színházakban én azt gondolom, mégis a lüktetés, annak ott kell lenni. Az a fajta feszültség, hogy most holnap is ott lehetek, holnap után is ott lehetek. Jön egy másik igazgató, akkor velem mi lesz? Itt meg ilyen nincsen. Tehát itt ilyen nincsen. Tehát, hogy, és ez a fajta dolog, ez még inkább családiasabbá teszi a dolgot. A színház működésében bevett szokás, hogy fellépéseik bevételének egy részét jótékonysági célra ajánlják föl. Így volt az ebben az esetben is. A teltházzal játszott darab bevétele Gereben Lívia gyógyítására fordítódik. Nocsak, kupá, erre gyorsan, így a verdig csak borra, így